Nagyok, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Max Volt podcast, és az előző adásból itt marad velem a vendégem, Rácz Gréta, edző táplálkozási tanácsadó. Szia, Gréta! Szia, Roli, sziasztok! Ma arról fogunk beszélgetni, ezt már elkezdtem fejtegetni az előző adásba, igaz, hogy hogyan szereztél 4000 Instagram követőt, minimális költés, egy 80 100 ezer forint környékén volt ez a költés, de majdnem 30, először 30, aztán 35 forintért jött egy követőd, és hát ennek vannak azért pontjai, amik szerintem megérnek egy misét, hogy így fogalmazzunk. Hogyan szereztél, Gréta, három hét leforgását? Alatt 4000 ideális ügyfelet. Nem az, hogy nem tudom, te, neked ugye a hölgyek, a, a nők, a célközönségét, nők, lányok, nem srácok követtek be téged. Hogyan fejtsük már visszafele meg ezt a okay. sikert három lépésben? Jó, ja, rendben, Le, lesz egy nulladik. A nulladik az mindenképpen az, hogy rengeteg nővel beszélgettem az elmúlt egy évben, tehát hogy számszerűen 80-120. És csak annyit. Konzultációk az egy ezek igen, igen, tehát, hogy igen Igen, igen. És csak annyit kérdeztem, hogy mi a mik az akadályaid miben segíthetek. És ebből jött ki egy olyan dolog, amivel úgy gondolom, hogy foglalkozni kell, és itt elérkezünk az első ponthoz, az pedig maga a téma, hogy mire figyelj edzés és táplálkozás területén nőként. Mm -hmm és ezt a, ezt a posztot egy 3000 fős Facebook csoportba raktam ki először, ahol szintén voltak, edzős csoport volt, szintén voltak releváns követőim, és megkérdeztem a véleményüket, hogy milyen lett, mennyire volt hasznos, mit vittek el belőle, és nagyon-nagyon-nagyon szerették úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezzel foglalkozni kell. Leteszed a tartalmat. Igen, mondtad, igen, így? így van, igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván ott benne volt az is, hogy kiraktam egy több ezer fős és azt mondták, hogy ú, hát ez igazából így. Ez nagyon komoly. ilyen uh -huh. Ördögszekér szekér így ásúvant volna nulla like. Igen, senki. senki nem kell. benne volt. Nyilván nem, letesztelted, és ez jó volt rá a reakció, aztán gyakran javaslom, hogy igazából a social media contentünket, a tartalmunkat nagyon egyszerűen teszteljük le az ideális ügyfeleinknél. Nézzük meg a beszélgetéseken, azok a dolgok, amikről beszéltünk, azok, ha látjuk ezt a ah, élményt az ügyfelekben, látjuk a visszajelzéseket, akkor egyrészt, amit te csináltál itt, ugye leteszteljük, hajlandóak vagyunk visszajelzést kérni, hajlandóak vagyunk azok alapján fejleszteni a tartalmainkat. Én is ezt csináltam, ugye az elmúlt évben folyamatosan program már mindig ugye az anonim kérdőek, név nélküli kérdőívek, és nagyon sok több száz visszajelzést kaptunk, és ezek alapján nagyon ö, rapid módon tudtuk fejleszteni a programjainkat. Tehát ezt csináltad igazából te a tartalmaddal. Valamint én azért azt látom kívül, hogy itt azért egy olyan témába nyúltál bele, mert ahogy most így elmondtad, így még nem fogott meg annyira, de ahogy láttam igazából magát a posztokat, azért ez tabukat veszegetett. Igen. Igen. Erről mesélj kicsit, kérlek. Hát abszolút, tehát hogy arról van itt szó, hogy kiáltam egy olyan dologgal, amivel nem mindenki állt volna ki, vagy egyszerűen nem tudja, hogy ezzel tényleg foglalkozni kell. És egyébként még egy picit visszaugranék abból az edzős Mi volt az mindenki azon gondolkozik ott, hogy mi volt ez? Ja, a menstruációs ciklus alatti edzés, tehát hogy így konkrétan nőként. Uh -huh. Mire figyelje az első, második, harmadik, negyedik hétbe. Ezt erről nyilván, láttad, az ügyfeleknél, persze, hogy egy probléma. Persze. Nincs erről kommunikáció. Okay. Igen, 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 meg a férfi edzők ugye nem tudnak róla, és ebben a csoportban például sok volt a férfi edző is, megköszönték ők is, szóval az így nagyon jó visszajelzés volt, mm. hogy, hogy nagyon hasznos volt, és hogy ezentúl figyelnek, figyelnek majd erre. Úgyhogy így szerintem ez volt, illetve jó, hát nyilvánvalóan én befektettem ugye tanfolyamba, például pénzt, rengeteg időt, amíg én azt feldolgoztam, hogy akkor pontosan, pontosan milyen hormonok, meg tényleg mi az a, apró info, ami a legszükségesebb és a releváns számukra. Te az infót, ez számomra annyira mm, inspiráló, hogy így fogalmazzak, hogy ha valamivel kapcsolatban azt gondolom, hogy beszélhetünk egyébként blogbejegyzésben olyan témákról is, amiben mondjuk magunkat nem tartjuk alapvető hitelesnek, csak azt kérem ilyen esetben, és én is ezt mondom saját magamnak is, akkor keressünk fel egy olyan szakértőt, aki igazából, hát mondjuk, hogy majd nem lektorálni tudja igazából a mi írásunkat. Tehát, hogy most egy picit más oldalról közéteted meg, csak én szerettem a nézőknek egy ilyen perspektívát adni, hogyha van valami téma, mondjuk adózásról szeretnék beszélni én vállalkozóként. De tudom, hogy nyilván abban a, azon a szinten tudom én ezt, amire szükségem van a vállalkozásomnak. De hát nem vagyok adó tanácsadó, nem vagyok könyvelő, és ha egy ilyen cikket írok, vagy erről tanítok alapvetően, akkor nyilván te konzultálok egy ilyen személlyel, átnézetem ő vele, és így is létre lehet hozni egy nagyon jó ö, írást, és azt majd megint csak a kérdések alapján még érkeznek, el lehet készíteni végül a végleges verziót ebbe. Na, az ez történt. Ez alapvetően. történt, igen, igen, el is úgy, a, szakértőnek, a szakértőnek, akinél tanultam. Elküldted a szakértőnek? Oké, okay. ezt nem is beszéltük el, ez nem, igen, nem nem Igen, igen, elküldtem a leges mert Inkább az volt az, amit, amit abból a tanfolyamból vettem, a többi az, az meg másból meg saját tapasztalat. Szóval azokat uh -huh. úgy gyűjtöttem össze. Következő. következő pont igen. Igen, az már a harmadik. Igazából szétbontottam ezt az egész írás négy posztra. És négy mindig része, sorozatot csináltam. Igen, sorozatot csináltam, és mindig uh, kommunikáltam, hogy mikor jön a következő szóval várták fel volt hype hogy szokták igen, ezt mondani. Igen, igen, igen de, hogy kommunikálok róla, úgy, mint a tévénél, amit csinálnak, ugye, hogy mindjárt indul az örök következő van, igen. évada. Igen, oké, ezt csinálhatod, tehát tényleg ö, generáltál egy kis média így igen, igen, egyébként. Egy ilyen egészséges Egy egészségeset. Mi volt a következő? Oké, négyrészes részes sorozat, oké, tabu témát feszegetsz, oké, mm -hmm. és elkezdted azt látni, hogy özönlenek be az Kuké. emberek az Instagram Instagramodra. Mit csinált ezek után? Ugye alapvetően hirdettem egy pár ezer forinttal, és lefeküdtem aludni. Erre tisztán emlékszem, felkeltem, és így az volt a célom a februári hónapra, hogy meg legyen a három ezer követő, ekkor voltam 2700-nál január 31-t. 31.300. Mm -hmm. Igen, és felkeltem és 3000, amennyi <laughs> volt is így. Oké, okay. követ. A... Az köszi, ez jó volt. <laughs> Ez jó volt. Igen, én. De ugye is ez is nagyon jó. simán, tehát hogy azt akarom csak ebbe kiemelni, hogy a mi beszélgetésünk alapján, hogy ezt nagyon simán kiemelted igazából, tehát nem nagyon trükköztél, itt a Facebook értéseket, nem kellett hát. ez érteni. nőkre alapvetően, akik a célközönséget, Igen. és igazából ennyi volt. Um, Oké, okay. mondjam 2000 ember bejött. Ugye mit csináltál napi szinten, hogy hirdettél, és mi volt itt a következő lépcsőfok? Utána, hogy jöttek ki a sorozat részek, őket is behirdettem, és láttam nyilván, hogy az első ment a legjobban, akkor beszéltünk, és mondtad, hogy hát addig üssem a vasat, amíg ugye meleg. És ez történet. így, ez, és ez a mai napig így van, most eltelt már 10-12 nap, és mindig nagyon jól konvertál, nagyon jó áron jönnek úgymond, és relevánsak. Hát drágult valamennyire ez a történet, most már azt mondom, hogy 50 forint környékére felment, de akkor is ugye egy átlagos követőszerzés mondjuk Instagramon 100-200 között, hogy így mondjuk, hogy uh -huh. azért széles a skála ki, milyen téma, mennyire is, meg stb. milyen jó az adott bejegyzés. 100-200 között azért egy ilyen biztonságos dolog, amit mondhatunk neked, ennek a harmadik, a fele a legkevesebbhez képest. Tehát azért mondom, hogy ez egy jó kis történet. Ugye azért is mondtam neked azt, hogy akkor skálázzuk, amikor ez a történet ment, amikor már 2000 voltak, mert nekem is volt például egy ilyen élmény, amikor a Hogyan Tovább akcióterv egyéni vállalkozóknak nevezetű dokumentumot létrehoztam, egy trendre reagálva, amikor ugye mondhatjuk így, hogy trendre, hát akkor ez egy hot topic volt, az, egy, az embereknek szüksége volt arra, amikor bejött a COVID 2020 márciusában Magyarországra, egy napra a másikra vesztették el a, a, munkalehetőségeket vállalkozóként, egy napra a másikra zártak be a, termek, például bezártak a helyszínek, nem lehetett személyesen értékesíteni, úgyhogy erre nagyon gyorsan reagáltam egy dokumentummal. És a mai napig nagyon sajnálom, hogy ezt a dokumentumot csak, és kizárólag, hogy így fogalmazza, 250 ezer forinttal hirdettem be, ott nagyjából ilyen, nekem is ilyen pillanatok, alatt, ilyen két hét leforgása alatt talán ilyen 3000 e-mail feliratkozom mm. lett, tehát előtte intottuk a az e-mail feliratkozásomat, tényleg 3000 feliratkozó lett, szinte azonnal 3500, nagyon sokan letöltötték a dokumentumot, és én ott nem lovagoltam meg azt a hullámot igazán, hogy kellett hogy Ezért mondtam neked, hogy ne kövesd el, se te, se a ne kövessetek azt a hibát, hogyha van valami adott dolog, ami ennyire jól megy, akkor az ne csak veregesetek saját magatokat hátba, és büszke saját magatokra, hogy Úristen, de jó volt most ez adott dolog, hanem skálázatok erre a történetre, mint ahogy te is tetted. Hol tartunk most, mi a vége jelenleg? Most azt hiszem, hogy ilyen 6700 Sikerült ezt a háromezret egész jól teljesíteni. A gratulálok Igen. ehhez, és hát Köszönöm. ahogy beszéltük, addig üsd a vasat, amíg forrod, nem tudok erre más mondani, amíg meg nem drágul nagyon, addig hajrá. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezt a konkrét, pár konkrét tanácsot, az Instagramon hogyan tehetünk szert releváns követőkre rövid időn belül. Én köszönöm. Ha pedig úgy érzitek, hogy ez a mai adás értéket hozott létre a ti életetekben is, és be tudjátok ezt építeni akár a social médiátokon, vagy csak egyetlen a, a szemléletmód, amit ma itt átadtunk, értéket hozott létre a ti életetekben, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, vagy kérem, hogy iratkozzatok fel, nem mondanám, hogy vagy vagy, hanem inkább is is, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Köszönjük szépen, hogy ezzel támogatotok minket. Gréteneket köszönöm szépen még egyszer az időt, hogy itt voltál. Találkozunk a következő Maxot Kiakatát podcastban. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!